Babits Mihály Emlékházban vagyunk, DNS Valéria emlékszobájában. DNS Valéria 1879. május 25-én született Geiger Valéria néven. Édesapja Geiger Gyula, ügyvéd, lapszerkesztő, a Szekszárd vidéke című lapnak a szerkesztője, amiről azt is érdemes megjegyezni, hogy ez a lap, ahol Babits Mihály első költői művei, versfordításai gimnazista korában megjelennek. A másik, hogy DNS Valéria Babits Mihály gyermekkori és ifjúkori barátja, sőt, Babits Mihály önéletrajzi ihletésű regényének a Halál fiainak egyik szereplője, Hintás Gitta alakjában örökíti meg DNS Valériát, és egyébként természetesen az egész családja szerepet kap, Hintás Gyula alakjában jelenik meg az édesapa Geiger Gyula alakja. DNS Valéria az első öt nő között van, aki egyetemet végez, matematikából, filozófiából doktorál és esztétikából, és az egyetemi évek alatt mindemellett a zongora tanszakra is beiratkozott, néhány szemesztert végzett a Zeneakadémián is. Itt a kiállításban láthatjuk doktori oklevelét, summa cum laude, tehát a legjobb minősítéssel tette le a doktori vizsgáját. Az egyetem és a doktori vizsga letétele után a Sorbonne-ra ment tanulni, szintén matematikát és filozófiát, és még azt is közbe kell vetnem, hogy ekkor veszi fel férje nevét, DNS Pál matematikusnak a nevét, 1905-ben, és a következő években tanul a Sorbonne-on, ahogy mondtam, matematikát és filozófiát. Ekkor ismerkedik meg a francia filozófus Bergson tanaival, akinek a hatására később a maga filozófiai gondolatait is élete vége felé papírra veti. Párizs még azért fontos az ő életében, mert nem csak az egyetemi tanulmányait folytatja, hanem megismerkedik a Duncan testvérek, Isadora Duncan és Raymond Duncan mozdulat művészeti, mondjuk már DNS Valéria szavával, mozgás művészeti iskolájával, maga is részt vesz ezeken a táncórákon, és hazatérve Magyarországra, ő a matematikus agyával azt, amit ott a nagyon ösztönös Raymond Duncantől megtanul, azt egy rendszerré rendezi. Itt a kiállításban is a Frízen az első táncművészeti publikációnak az illusztrációit láthatjuk. Láthatjuk, hogy geometrikus formákba rendezi a mozgást. Természetesen ez egy mozgásban kell elképzelnünk a táncot, de ő mégis a geometriát és matematikát használva dolgoz ki egy elméletet, ezt majd orkesztikának nevezi el. 19-ben férje részt vesz a tanácsköztársaságban, úgyhogy nekik menekülnünk kell. Néhány évig Ausztriában, majd pedig Párizsban élnek, majd DNS Valéria hazatér gyermekeivel Magyarországra, és ekkor már folytatja azt, amit korábbi években elkezdett, hogy az orkesztika, illetve ezt a mozdulatművészeti módszert átadja másoknak is, iskolát alapít. Tehát mozdulatművészeti iskolát alapít DNS Valéria, és komoly nagy táncművek előadására is vállalkoznak. 1924-ben Hajnalvárás címmel állítanak színpadra Bárdos Lajos zenéjével és DNS Valéria szövegével egy nagy táncjátékot, amelyet sorra követnek a különböző táncjátékok. Ekkor már DNS Valéria visszatér a gyerekkori hitéhez, és ezeknek a táncjátékoknak a legfőbb témája az a vallásos érzület lesz, de például mesejátékokat is előadnak, illetve divat bemutatókat is készítenek a mozdulatművészet jegyében is. Thank you.
A mozdulatművészeti iskola 1944-ig állt fenn. Ezekben az években is már Dienes Valéria filozófiai munkákkal is foglalkozik, hiszen ezt a vonalat kezdettől fogva, a párizsi évektől fordítója lesz Bergsonnak, és a magyar filozófiai nyelv megújításáért a Baumgarten Alapítvány díjában is részesül. Később további filozófusok munkáit fordítja magyarra, és mint mondtam, saját filozófiai gondolatait is papírra veti a későbbiekben. 44, illetve 45 után betiltják a mozdulatművészeti iskolát, illetve ezeket a polgári csökevénynek titulált modern táncművészeti iskolákat, irányzatokat. Dienes Valéria akkor már a filozófia felé fordít, tehát ebben az időszakban is sokat fordít, és még 90 évesen is teljes szellemi frissességben ad TV interjút, illetve táncművészeti konferenciákon is részt vesz.